A hivatalos formában öntött megegyezés kimondja, hogy a szerződő felek a szakemberek együttműködése mellett kiadványaikból cserepéldányt küldenek, közös szakmai programokat dolgoznak ki, valamint időről időre bemutatják egymás gyűjteményi anyagát és kiállításait. Egy ilyen együttműködés ezentúl alapja lehet EU-s pályázatokon való közös indulásra is. Ez a 100 kilométeres távolság, ez azért indikálja azt, hogy a személyes kapcsolatokon kívül lehetnek közös pontjaink. Igazából meg is kezdődött ez már, hiszen a fotósaink már, hogy úgy mondjam, összekapcsolódtak, a tatabányaiak is voltak Léván, talán most majd jönnek a lévaiak is. És ami igazából most ezt hivatalossá tette, ezt a megegyezést, ez tulajdonképpen az, hogy a visegrádi négyek országai közötti kapcsolatokat és szakmai kapcsolatokat nagyon jó pályázatok tudják megtámogatni. Tehát, hogyha két-három ország hasonló kulturális intézményei között van kapcsolat, akkor hát nyilván nem mondva csinált dolgokról, hanem konkrét tervekkel, programokkal együtt is lehet jelentkezni. És amikor erről tavaly igazgató úrral, Ján Dánoval és Margareta Novákovával, az igazgatóhelyettes asszonnyal kint beszélgettünk, akkor igazából azért döntöttünk emellett, hogy hivatalossá tesszük ezt a kapcsolatot, hogy esetleg ilyen irányban is képesek legyünk tovább lépni. Elsőként a Kelták Komárom-Esztergom megyében című kiállítás várja Léván az érdeklődőket egészen 2015 májusáig. A lévaiak itt voltak a konferencián, most a múlt héten nyitottuk Léván a Kelta kiállítást, tehát ezt ők vitték el most ezt a vándorkiállítást először, és hát jövőre meg őket várjuk egy bemutatkozó kiállítással.